16 igen, 1 nem, 0 tartózkodással a közgyűlés ezt a javaslatot is elfogadta. Új intézményt hoz létre december 1-ével Székesfehérvár önkormányzata. Január 1-től ugyanis a köznevelési feladatok állami kézbe kerülnek. A technikai feltételeket azonban továbbra is az önkormányzatok végzik el. Ennek hátterét biztosítja majd az új intézmény. Ez egy hónapos felkészülés már az intézmény megalakulását követően kell ahhoz. A közgyűlést követően Székesfehérvár polgármestere elmondta, november 23-án megbízott vezetőt választanak az új intézmény élére, és ezzel párhuzamosan kiírják a posztra a pályázatot is. Cserpalkovics András hozzátette, annak érdekében hozták meg ezt a döntést, hogy zökkenőmentesen mehessen végbe január 1-től az átalakulás. A közgyűlés felelősségteljes döntést hozott, hiszen az, hogy november elején tudott dönteni erről az intézményről és ennek a felállításáról, annak az a pozitív üzenete, hogy senki nem úgy kezdi az adventi időszakot ezen családok közül, vagy a karácsonyra való fölkészülést, hogy közben azon kelljen izgulnia és idegeskednie, hogy mi fog vele történni 2013. január 1-től. Mi azt tudtuk ma megüzenni nekik, hogy a város eddig is hálás volt, és köszönettel tartozott az ő munkájukért, és 2013. január 1-től is számít ennek a munkának legalább ilyen szakmai színvonalon történő ellátásában. Zárt ülésen döntöttek a képviselők a HPV elleni védőoltás beszerzéséről. Mivel az egyik leggyakoribb daganatos halálok a nőknél a méhnyakán. A megyei jogú városok közül Székesfehérvár elsőként vezette be az ingyenes HPV elleni védőoltás lehetőségét. A mostani döntéssel újabb fehérvári lányok kaphatják meg a vakcinát térítésmentesen. A nők körében az egyik leggyakoribb halálok a méhnyak rossz indulatú elváltozása, és ennek a kialakulásáért felelős 90%-ban a HPV vírus. Én nagyon örülök annak, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a képviselőtestület ismét egyhangulag támogatta ezt a döntést, még akkor is, hogyha ez anyagi áldozatot ró a városban ebben a gazdasági helyzetben. Az egészségügyi tanácsnok hozzátette, a fehérvári fiatalok körében végzett prevenciónak köszönhetően sokan tudnak már a HPV elleni védőoltásról, így az érintettek mintegy 90%-a él is a lehetőséggel.